Szép estét mindenkinek, elnézést a technikai problémáért, de hát, hogyha már digitális témáitról beszélünk, akkor miért ne lenne aktuális megnézni, hogy hogyan lehet megbirkózni a digitális problémákkal. Nyugtassatok meg, hogy most éppen hallotok, és reméljük rendben lesz a dolog. Amiről szeretnék nektek beszélni, azt, hogy az előző 4 évben hogyan telt a digitális témahét, majd amikor rájöttem, hogy ezt a címet adtam, hogy 4 év 4 projekt, nagyon rossz cím volt, mert hogy már belevettem az idei projekteket is, de alapvetően azt szeretném megmutatni, hogy milyen projekteket terveztem az előző években. Kicsit olyan érdekes a helyzet, mert ezt 3 intézményben, 3 különböző intézménytípusban készítettem, de azt hiszem, ez még jobban azt fogja mutatni, hogy a digitális témahét az valóban működik iskolatípustól és diákoktól függetlenül. Az, hogy többen hallottatok már, és úgy gondolom, hogy akik itt vannak, azok egyetértenek vele, hiszen azért hallgatják ezt a webináriumot, mert valóban azt látjuk, hogy működik a projektmódszer. Alapvető célom volt egy projekt kivételével, amit kicsikkel csináltunk, hogy az iskola és a munkavilága közötti szakadékot valahogy áthidaljuk. Mindegyik projekt esetében digitális tartalomgyártásról beszélünk, ahol valóban a diákok készítik ezeket a tartalmakat, amiért később felelősséget is kell vállalni. Ugye elmondhatjuk, hogy ezért elszámoltathatók is, hiszen valóban ők ezeknek az alkotói. Van egy ilyen karriertudatosság kialakítása is a háttérben, ezt majd látni fogjátok a projektekben, illetve ugye ilyen alapvető információ értelmezési készségek is. Én hogy gondolom, hogy érzem, hogy mi kell ahhoz, hogy jó legyen egy projekt? Hát kell egy ötlet, aminek életszaga van, és ugye ez nagyon fontos, hogy a diákok tudjanak valahogy kötődni ahhoz a témához, amiről szó van. Különben nem tudnak aktívan részt venni az adott projektben. Ugye egy problémát oldjanak meg, viszont az egésznek a legnagyobb alapja az a kollégák közötti összefogás. Minél többen veszünk részt benne, annál jobb. Arról nem is beszélve, ugye, hogy hiszen tantárközi projektekről van szó, és hogyha mindenki egy kicsit hozzá tud adni a saját tantárjából, az már szuper. Motiváció, szintén fontos diák és valljuk be pedagógus oldaláról is. Vezetői támogatás, úgy gondolom nem kell részleteznem. Látni fogjátok, hogy én a projektekben mindig szeretem kivinni a projektet az iskola falain túlra, és erre is szeretnék meg példákat mutatni. És arra is úgy gondolom, hogy az, hogy különböző intézményekbe készítettem ezeket a projekteket, jól mutatja, hogy mindig a kiinduló pont az a diákok, akik ott vannak, és nem utolsó sorban, ugye, hogy milyen felszereltségű iskoláról van szó. És hogyha úgy gondoljátok, hogy készen álltok, akkor el is kezdeném 2016-tal. Ugye jubileumi lesz a digitális témahét. Az első digitális témahetemet az előző munkahelyemen készítettem szakközépiskolások, szakiskolásokkal. Közben egy gyors csekket végzek, hogy hallatok el, mert most egy picit megijedtem, amikor ledobott a gépem. Oké, szuper. Ez a projekt a Csonka Fashion Days nevet viseli, és sosem szoktam eltitkolni, hogy ez a szívemhez legközelebb álló projekt, és úgy gondolom, hogy ezt soha nem fogom tudni felülmúlni. Talán az mutatja legjobban a digitális témahétnek a jelentőségét a pedagógusok és a diákok életében is, hogy ez egy olyan hét, amire annyira szívesen emlékszünk vissza, annyi emlékkel tölt meg és élménnyel, amit én nem találtam még, nem találkoztam még olyan programmal, amit ennyit tudna adni. Amikor tartok képzéseket, meg szoktam ennek a projektnek mutatni a videóját, és azt hiszem, az mindent elárul, hogy én mindig livavörös leszek tőle, mert annyira hiányoznak azok a napok és az a társaság. De hogy miről is szólt ez a projekt, többen közületek már ismeritek, de aki nem, annak röviden összefoglalnám. A prezentációban úgy gondoltam, hogy a régebbi projektjeimről csak egy pár alapinformációt osztanék meg veletek, és akkor a tavalyit szeretném részletesebben bemutatni.
A Csonka Fashion Days egy 5 napos 25 tanórából álló projekt volt, amiben 10-es és 11-es női szabó és eladó diákok vettek részt. Tehát ugye ez a 3 éves szakiskolai, vagy régen szakiskolai képzésnek neveztük. A projektnek az volt a célja, hogy a diákok cégeket alapítottak, ez majd látjátok, hogy ez az én mániám, és mindig visszatérő motivum a projektjeimben, hogy hát ugye mi áll közelebb a szakképzéshez, nem igaz, mint az, hogy cégeket alapítunk. És a cégeknek voltak eladó és női szabó tagjai is. Az volt a lényeg, hogy egy általuk megszavazott híres embernek kellett ruhát tervezni, egy kis fekete ruhát, illetve egy szoknyát. A fő produktum, amivel mi zártuk a témahetet, az egy fantasztikus divatbemutató volt. Amit itt láttok a képeken, egyrészt bal oldalt a fantasztikus modelljeink, akik teljesen magukévá tették ezt a projektet, és az utolsó nap már 7 óra, tehát az iskola kaput alig nyitották ki, de már ott voltak, hogy sminkeljenek, csinálják a hajukat. Valami kézzel foghatót alkottak, végre látták azt, hogy ők csinálnak valamit, amit ők viselnek. Fontos kritérium volt, itt nem tudom mennyire látszik a ruhákon, de hogy geometriai elemekkel kellett ezeket a ruhákat díszíteni. A hírességnek az imidzsében, tehát hogy felismerhető legyen az a híres ember. Egyébként itt a lányok alatt láthattuk egy Answer Garden-es szófelhőt. Itt lehetett szavazni arra, hogy mégis kik legyenek azok az adott, ugye 2016-ról beszélünk, a 2016-os celeb listából, kik azok, akik szeretnének ruhákat tervezni. Középen láthatjátok, akkor még ugye nem volt ilyen gond a padlettel, hogy fizetős vagy nem a ruhaterveket. Egyébként érdekes, mert ugye direkt mellé raktam a modelleket, tehát hogy látni ezt, hogy azért találkoztak ezek a dolgok. A diákoknak adott volt egy alap kis fekete ruha és egy kis fekete szoknya, és ezt úgy díszítették fel, ahogy szerették. Egyébként iszonyatosan egyszerűen paintbe tervezték meg. Hogy jöttek itt ugye az eladók a képbe? Az eladó diákok voltak, akik a marketinggel, illetve a mindenféle pénzügyi problémákkal és feladatokkal birkóztak meg a projektben. Fontos elmondani, hogy ők ruházati eladók is lettek, ezért itt láthatjátok jobb oldalt, hogy ilyen textil kressz alapján ilyen címkét is készítettek a ruhákhoz, hogy osztatolni tudják a ruhákhoz, hogy például hány fokon lehet mosni. A linót azért írtam be, bár itt gondolom többen ismeritek és használjátok, mert minden nap ebbe volt a kilépő cetli, illetve a visszajelzéseket ebbe fogadtuk. A publisher pedig a Textile Class létrehozásához használtuk a diákokkal. Nagyon fontos volt a felelősségvállalás és a kreativitás. Nekem az a nagyobb két dolog nagyon megmaradt ebből a témahétből, ami valóban az első olyan volt, hogy nem csak így alkalomként angol órán projekteztünk, hanem valóban egy hetet szántunk rá. Az egyik az, hogy az első nap kérdezték csak, hogy ma meddig vagyunk, és meddig kell bent lenni, mert második naptól haza se akartak menni. Illetve egy nagyon kedves volt kolléganőm visszajelzés, aki azt mondta, hogy soha nem volt meg ilyen rövid egy hét az iskolában, mint az. És valóban kicsit utána ilyen űr támad bennünk, amikor vége lett ennek a szuper hétnek. Az értékel is, mert említettem a kilépőcetlit, de erről még lesz szó. És a másik, itt van a hallgatók között kolléganő, aki sokkal nagyobb szakértője a Class Dojo-nak. Mi ezt a motivációra használtuk, és nagyon érdekes, hogy ugye 16-17 évesekről van szó, és mégis mennyire oda voltak ezért a cuki szörnyekért, és felfisztek például az ő szörny avatárjukkal, tehát hogy nagyon-nagyon tetszett nekik. És a gamification módszere jött ide azzal, ugye, hogy pluszpontokat, mínuszpontokat lehettek kapni, illetve különböző kategóriában osztottunk elismeréseket. Ez volt tehát 2016, aztán jött 2017. 2017-ben egy furcsa helyzet állt elő, méghozzá, hát az nem volt furcsa, hogy megszületett a kislányom, de hogy a kisfiam iskolájába mentem be segíteni a témahétre, egy nagyon nagyon agilis kolléganő volt ott, aki elismerte, hogy ő nem érte
digitális világhoz, de ez az az út, ami menni kell, és azt mondta, hogy ő adja a tartalmat, és segítsük akkor ezt feltölteni IKT-val, viszont itt azért azt megjegyezném, és ez a projektek során mindig el szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy itt majd látni fogtok rengeteg digitális IKT eszközt, viszont soha nem az a cél, hogy az eszközöket használjuk, tehát az a lényeg, hogy az eszközök, azok eszközök maradjanak, annak a megsegítésével, hogy a tanulás, illetve a tanítási folyamatot, ezen valljuk be nagyon sok esetben, ezek nekünk segítenek, azt támogassák. Tehát általános iskolába készítettük a Szemét-Szemét, hová mész című projektünket, méghozzá második osztályos diákokkal. Ahogy a címéből is kiderül, alapvetően a szemeteléssel, a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoztunk. És itt azért látni, hogy hiába ugrottunk azért korban ugye egy jó pár évet, hiszen jóval fiatalabb diákokról van szó, azért nagyon szuperül vették az akadályokat. Itt azt szerint osztottuk csoportra a diákokat, hogy mindenki melyik ilyen szelektív hulladék csoporttal foglalkozik, láthatjátok, hogy voltak a papírpalik, a fényfrédik, stb. És volt egy komposzt csoport. Az ő feladatuk volt például, hogy első nap elástunk szemetet, és az utolsó nap majd ezt kiástuk, hogy megnéztük, hogy mi bomlik le, vagy mi nem. És például ők voltak a felelősek azért is, hogy virágokat ültessenek az iskolának a virágládáiba. Milyen produktumokat gyártottunk? Itt láthatjátok, hogy alapvetően tabletekkel dolgoztunk, folyamatábrákat készítettek, nagyon sok mindent ők maguk is fotokritben szerkesztettek meg. Nagyon tanulságos képregényeket gyártottak, mint például láthatjátok itt középen a Strip Generatorrel. És ezt a projektet úgy vittük ki az iskola falain túl, hogy vásárolni kellett menni a diákoknak. Itt láthattok, nem tudom mennyire látszik a képen, de hogy ugye 500 forintot kaptak csapatonként, és nagyon fontos volt, hogy újrahasznosított, dobozba csomagolt termékeket vegyenek. Ugye ki kellett számolni, hogy melyik termék mibe kerül, és mennyi borravalót kaptak. Nagyon édesek voltak. Milyen produktumok születtek? Kezdeném a jobb oldalival. Mindegyik csapattól kértük azt, hogy amilyen személycsoportot kapott, olyan hulladékokat gyűjtsön, itt láthatjátok az üvegeket, műanyagokat, stb., és ezekből kellett szobrokat alkotni, amiből egy kiállítást készítettünk. A szobrokat meg is beszéltettük, és itt láthatjátok a komposzt csapatot, akik boldogan ültették a virágokat, és az egyik legaranyosabb produktum talán itt a bal oldalon látható, OneNote-ba csináltunk egy recept és szemét könyvet, ugyanis mindegyik csapat kapott egy nagyon egyszerű receptet, mondjuk paprikás krumpli, vagy akár rántottam, és meg kellett nézni azt, hogy mennyibe kerül az elkészítése, elkészítésekor milyen szemét keletkezik, és azt hova tudjuk dobni, tehát hogy mennyire tudjuk szelektíven gyűjteni azt a szemetet, amit kidobtuk. Jó? Tehát, hogy ez mutatja, hogy ugye szintet is léptünk visszafele egy kicsit a korban. Nem volt annyi digitális eszköz sem, ami a rendelkezésünkre állt. A tanteremben például akkor vezették be az internetet, de mégis maradandót tudtuk alkotni, hiszen egész egyszerűen a feltételekhez és az igényekhez igazítottuk a munkánkat. Aztán 2018-ban már a Petrik Lajos szakgimnáziumban kezdtem el dolgozni, és itt pedig az a különleges helyzet állt elő, hogy technikusokat tanítottam csak, ami már így utólag látom, és ezúton is üdvözlöm őket a hallgatók között, hogy nagyon nagy szerencse volt. Igazából nagyon nagy kihívásról van szó, hiszen ugye meglett a javarészt férfi emberek, tisztelet annak a pár hölgynek, akik tanítok, akik ugye már fél lábbal kilógnak az iskolából, de még itt vannak, de már annyira nem is akarnak itt lenni, tele vannak az eddigi iskolai tapasztalatnak a negativitásával, és mégis valami szuper dolgot tudunk alkotni. És ez volt az első próbálkozásom ilyen nagykorúakkal, mert ugye valljuk be itt ugye 18-20
éves srácokról van szó. Ez pedig a Be Digitally Aware, ahol a média tudatosságot, illetve az online jelenlétet vettük elő, ez még ma mai este elő fog visszatérni. Ennek a témakörébe kellett weboldalakat készíteni. Nagyon, nagyon örültem, hogy ez volt az első alkalom, amikor a Petrik is csatlakozott a témahéthez, de abszolút nyitottak voltak, és azóta egyre több kollégát tudok megfűzni, és ez nagyon jó visszajelzés arra, hogy ez működik. Arról nem is beszélve, hogy akiket itt látok fényképen srácok, ők javarészük már elballagott, de ezt majd később is beraktam a PPT-n, vagy annál nagyobb elismerés nincsen, hogy még mindig visszajárnak a kódolás hetére és a téma hétre, mert annyira jó, és arra emlékeznek legszívesebben. Ami újítás volt ebben a projektben, hát az első és legfontosabb, hogy tényleg mindent igyekeztünk használni, ami az iskola rendelkezésére áll, és a legnagyobb sikerét láthatjátok a Greenbox-nak a használata volt. Az volt az újításunk, ugye akkor is több nemzetközi partneriskolánk is van, hiszen ugye e-training iskola is vagyunk, és az volt a cél, hogy jó, akkor hogy is adjuk tovább azt, hogy mit csináltunk aztán, hát forgassunk híradót, ez lett a Patrick News, viszont tegyük ezt élvezhetővé mindenki számára, ezért magyar és angol nyelven is leforgattuk minden nap, mindig más csapat vállalta, hogy adja a prezentereket, illetve a Twitternek a használata, ami ugye nagyon érdekes, hogy én informatikusokat, rendő informatikusokat tanítok, mégsem használják a Twittert, tehát úgy ismerik, de nem használják, pláne nem csetelni, és ezzel próbálkoztunk, hogy minden nap volt egy Twitter csetünk, ahova bárki csatlakozhatott, és egyébként nagyon szépen tudtok dokumentálni, hogy mennyien használták ezt a hashtages kulcsszót például, hogy DTH Petrik, ami azóta már fogalommá vált. És akkor amiről szeretnék beszélni, az a tavalyi évi projektünk, ez a WorkIt, vagy WorkIT, de addig megkérdezném, hogy van-e esetleg kérdés az előzőekkel kapcsolatban, vagy mehetek tovább. Jó, akkor nincs, de remélem azért hallotok. Azt megkérdezem, hogy hallotok-e. Oké. Akkor a tavalyi év. A tavalyi évben már merészebben terveztem én is a Petrikben, hiszen ez már a második éven volt, és egy picit hosszabb projektet, egy négynapos projektet hoztunk létre. Meglepő módon cégeket alkottunk, viszont azért itt próbáltunk már nagyobb mélységekbe belemenni, mint a korábbi iskolatípusokban. A tavalyi koncepciónk az volt, hogy létrejön 3x2 cég, aztán mégis az 5 cégre csökkent, 28 tanórában, és volt két kulcsfontosságú csapatunk, a HR-esek, majd meglátjátok, hogy miért, és volt a stáb. Ez a stáb is fogalommá vált, és utána már elkezdtük mindegyik témahéten használni ezt, hogy a stáb, a leggyakorlottabb diákok kerültek be ide. A projektünknek az volt a célja, hogy újfent technikusokról van szó, a technikus diákoknak céget kell alkotni, és utána egy megrendelőnek prezentálniuk kell, létre kell hozni egy produktumot, és azt prezentálni kell utána a megrendelőnek. Fontos itt megjegyezni, hogy ezeknek az csak egy dolog, hogy az én mániám mondjuk, hogy céget alapítanak, de hogy ami igazán fontos, hogy a diákoknak szerves része a vizsgájuknak az, hogy rendelkezzenek ilyen ismeretekkel, mint például az árajánlat készítése, vagy az, hogy van egy céged, mutass be, arról nem is beszél, hogy ezt miért idegen nyelven kell tudni. Innen jött az ötlet, hogy akkor vegyük ezt megint elő, és ezeket a feladatokat, amiket tudjuk, hogy mennyire nem mindig szeretnek, ugye valljuk be, felkészülni a vizsga előtt, mert hogy nincs hova vonatkoztatni, ezeket minél több tételt, és amit lehet, azt építsük fel. Mondok egy példát, ami szerintem abszolút mutatja azt, hogy mennyire magukével tudták tenni. Itt van kolléganőm is a hallgatók között, akivel IT szakmai angol nyelvet tanítunk szoftverfejlesztőknek, és amikor meg kell tanítani nekik, hogy mi az az agilis szoftverfejlesztés, akkor ez, nem tudom, hetek munkája, mert mindig elfelejtik ezt a szót.
Ugye azt jelenti, hogy folyamatos kapcsolatban vagyunk a vevővel, és a végén a vevő egy olyan terméket, weboldalt, szoftvert kap, amit szeretne. Lehet, hogy ezáltal hosszabb ideig tart a fejlesztés, megerősíti a kolléganőm, köszönöm szépen, de hogy azt kapja a vevő, amit akar. És például azáltal, hogy itt a diákok pontosan ugyanezt csinálták 4 napig, teljes mértékben át tudták ezt érezni, hogy milyen az, amikor egy igazi embernek fogunk dolgozni, és az ő kéréseit kell igazából végrehajtanunk. A digitális toltartónk, ezt többen ismeritek már, az én örök kedvencem az a Symbolo. A Symbolót több funkció miatt is szeretem, egyrészt azért, mert nagyon sok eszközt lehet összegyűjteni egy helyre, hiszen ugye a csempékből lehet csempecsoportokat is létrehozni, illetve nagyon fontos személyiségfejlesztő hatása van. Projektinket mindig dokumentáljuk az iskola Facebook oldalán, Instagram oldalán, tavaly is próbálkoztunk a Twitterrel, illetve volt egy olyan kezdeményezésünk, hogy naponta összefoglaló cikket írtunk a weboldalra. Több külső szakértőt és partneriskolát is meghívtunk, valaki személyesen, van, akit virtuálisan, erről is lesz majd szó. Minél színesebbé szerettük volna tenni, és az, hogy a mi tanulási folyamatunkat meg szerettük volna osztani a partnereinkkel, illetve például, aki eltwinninges jobb oldalon biztosan ismeri, illetve European School Netben, ugye Ariana Blazik, fantasztikus tréner, és például vele beszélgettek a diákjaim. Bruno, aki itt van a hallgatók között is, arról például, hogy ő mit gondol a projekt alapú oktatásról, és egyszerűen szuper volt, hogy ilyeneket meg tudtunk egy hét alatt valósítani. A dokumentációhoz hozzátartozik, hogy nekünk már 3 éve nagyon, nagyon aktív része a kódolás hetének és a digitális témahétnek is a Facebook live-ok. Ez egy szuper alkalom arra, hogy otthon is tudják akár a szülők belenézni, a diákok belenéznek szünetbe, akik épp nem vesznek részt a témahéten, vagy csak egy kicsit is megpiszkáljuk azokat is, akik azt mondták, hogy ők most itt nem akarnak ebben részt venni, hogy mégis miről szól, és ez egy olyan hangulata van, ami, hát én nem titkolt, mindig elmondom egész évben, ezt a legjobban. Mintha említettem, a nemzetközi partneriskoláinkat is bevontuk. No, akkor szeretném nektek ilyen részletesen egy pár eszközt ajánlva bemutatni, hogy is zajlott ez a 4 nap. Végeztünk, azzal kezdődött az egész, hogy megérkeztek 7-szor reggel, és végeztünk egy előzetes tudásfelmérést, alapvetően Szokratikval és Szedmentával. Megnéztük mindegyik diáknak a vállalkozói készségeit, elnézést kérek a helyesírásért, a vezetői szerepet, és ami nagyon fix volt, meg volt a HR-es cégünk, ez egy csapat, akikkel előre már lefixeltük, hogy ő lesz a HR. Mindenki másnak, a többi 30 diáknak úgy kellett jönnie, hogy hozott magával egy önéletet és egy motivációs levelet, magyarul és angol nyelven leállás interjúztatta a HR-es cégünk őket. Előre kaptak egy pár kérdést, és kiélhették magukat, tudjátok ezzel a milyen állat lennél, hogyha állat szeretnél lenni, vagy hol látod magad 5 év múlva. Hozzáteszem, akik részt vettek, mindenkinek a vizsgálnak a részt az állásinterjú, úgyhogy abszolút felkészítettük őket erre. És akkor a HR-eseknek az volt a feladata, hogy ők azt szerint osztják be a diákokat, diáktársaikat, amit ők láttak az állásinterjún, ki alkalmas vezetőnek, ki szeret jobban weboldalt fejleszteni, Androidot, stb. Fontos volt az is, ugye, mint a legtöbb projektben, hogy ne is osztálytársa, hanem ne baráttal kerüljenek össze, mert ugye a való életben is sokszor idegenekkel kell együtt dolgozni. Ezután megalakultak a cégek, kitaláltak egy logót, szlogánt, kiosztották a szerepeket, kisorsoltuk a megrendelőt és a témát, és itt elmondanám, hogy milyen témákat választottunk. Több tanári ülést is tartottunk a projekt előtt, és úgy gondoltuk, hogy olyan témákat választunk, hogyha már weboldalakat vagy Android applikációkat készítenek, amik hasznosak lehet az egész iskola számára. Ezért például volt egy ötlet arra, hogy egy tanári határidő naplót online, hiszen ugye mindenki papíron használja, vagy például próbáljuk egy olyan applikációt létrehozni, ami segíti a helyettesítések és a teremcseréknek a kezelését, illetve volt még például egy olyan, hogy a rendszerüzemeltetés és a szoftverfejlesztő diákoknak az angol vizsgájukra való felkészülést segítő
eszköz, és akkor értelemszerűen mindegyik csapat kapott egy megrendelőt, aki egy tanár volt, aki szakértője ennek a témának, és ők voltak azok, akikkel a kapcsolatot tartani kellett, és a kéréseiket teljesíteni kellett. A diákok a munkájukat a projektnaplóban vezették, amit egyébként nem szoktak szeretni, mert azt hiszik, hogy oda azt kell írni, amit én akarok hallani, de nem. Az volt a célja, hogy tudják követni, hogy mit készítettek el, miből mit tanultak, illetve milyen feladatok várnak még rájuk. Ez volt majd az utolsó nap, látjátok, a bemutatóknak az alapja. Itt láthatjátok, hogy milyen a cégen belüli szerepeket mielőre meghatároztuk, tehát a HR-esek tettek javaslatot arra, hogy ők hogy hozzák létre a csapatokat, megalakultak a csapatok, azon belül is javasolt a HR, a nagyon komoly HR-es csapatunk arra, hogy például ki lehet, aki CEO, ki az, aki marketingbe lehet jó, de aztán a diákoknak ezt egymás közt kellett eldönteni. Az volt a lényeg, hogy mindenki kapcsol egy olyan szerepet, ami közel áll hozzá, legyen egy fő-fő főnök, aki felügyeli, hogy mindenki dolgozik, és az, hogy amikor kiadunk egy feladatot, az időbe teljesítve legyen. Mindegyik feladatot, ha majd a végén majd mutatok videót, ugye időre mértünk, hiszen ez is a valós életet abszolút leszimulálja, hogy azt mutatjuk, hogy egy feladatot időre kell teljesíteni, különben nem fogadja el a főnökünk például. A HRS cégünk. A HRS cégünknek, ugye, mint már említettem, az első nap volt a feladat az állásinterjú és a cégek beosztása, és utána a következő feladatokat bíztuk rájuk. Offline csapatépítés. Onnan jött az ötletünk, hogy most akkor 4 napig csak a számítógépek előtt fogunk ülni, biztosítsunk arra teret, mint ahogy például céglátogatáskor látjuk, hogy valóban a multi cégek ezt ugye próbálják promotálni, hogy mozogjanak az emberek azért munka közben, offline csapatépítés feladatokkal, és például a kötélhúzás, az ugye visszajutatta mindenkit a fiatalság, hiszen ugye nekik már testnevelés óra sincsen, és óriási vérre menő csata volt a kötélhúzásban, hogy volt, hogy összekötötték a csapattagok lábait, és úgy kellett egy akadálypályán átmenni, nagyon éreztük magunkat. Volt egy digitális szabadulószoba is, ez is szintén ilyen picit ilyen levezetéskép, ami angol nyelven zajlott, és a másik óriási ötlet, ez a napi agyzsibasztó barkóba. A HRS cégünknek volt egy weboldala, és ott a srácok létrehoztak egy ilyen chatbotot, ugye lehetettük DTH Patrick HR, és minden nap gondolt valaki valamire abból a csapatból, a HR-esektől, és a többiek kérdezhettek tőle, barkóbázhattak vele. A nyeremény az csoki volt az összes csoporttal, amit találtam. Rendkívül zsibbasztó, és olykor rendkívül idegesítő volt ez a barkóba, de nagyon jól szórakoztunk. Szintén a HR feladata volt, hogy motiválja a diákokat. Itt láthatjátok a legjobban sikerült mémeket. Minden nap gyártottak. A legtöbb az a 3D nyomtatóval kapcsolatosan jött létre, ugye ez amikor ugye annyira dolgoztak, hogy onnan vették észre, hogy benn van a 3D nyomtató, hogy nagyon büdös volt, hiszen valami furcsa szag volt. Vagy ugye látjátok itt a pillangósot, ugye, hogy amikor először látunk 3D nyomtatót, ez egy mini hűtő, mert ugye úgy nézett ki, és akkor ezekkel szórakoztatnak minket a Facebook oldalon, ezt a napi cikkeken. Hát nem tudom, hogy én vagy a diákok szórakoztam rajtuk jobban, de én nagyon értékeltem. A második nap. A második nap már elkezdtünk azért komolyabb gazdasági dolgokkal foglalkozni, kellett a diákoknak írni egy marketing és pénzügyi tervet, forgattunk egy céges promó videót, e-maileket váltottak a megrendelővel. A padleten kívül még nem találtam jobb felületet arra, hogy úgy váltsanak e-mailt valakivel, hogy azt mi monitorozni tudjuk, de ezt 3 hét múlvára ki fogom küszöbölni. Készítettek SWOT-analízist, szintén nagyon fontos, és a vizsgatételek része, hogy ugye milyen erősségeik, stb. Vannak. Ugye folytatták az Android és weboldalak készítését. Az, hogy valaki Android vagy weboldalt készített, ezt is a HR döntött el. 3 cég csinált weboldalt, és 2 csinált Androidos alkalmazást. A harmadik nap, mint már említettem, a varázslatos mini hűtőnek kinéző 3D nyomtatója volt a szerep. Kabalát kellett tervezniük, és ezt ki is nyomtatták. Soha nem foglalkoztak még ilyennel,
ezért mi a Tinkercad-et használtuk. Árajánlatot írtak a megrendelőnek, akik természetesen ebbe is belekötöttek, ez nagyon fontos volt. Nagyon érdekes volt látni, hogy ugye valóban kiszámolták azt, hogy valahonnan eljutunk valahova, azért mennyi munkát fektetünk be, és mennyi pénzt kérnénk a megrendelőtől, tehát hogy tényleg életszaga volt a dolognak. Készítettek, tudjátok, ilyen háromban nyitható brosúrát maguktól, ehhez a Canvát használták, ekkor volt ez a már említett szabadulószoba, és személyesen is egyeztettek a vevővel. Meg volt az az időpont, amikor megérkeztek a kollégáim, mint a megrendelők, és akkor minden csapatnak 20 percet rendelkezésére, hogy egyeztessen a megrendelőjével. Hogy vontuk be a partneriskolánkat? Nemzetközileg, ugye már említettem, hogy a nemzetközi partneriskoláinkkal angolul beszéltünk, és volt egy vendégiskolánk, egy általános iskola, Szemátonkártáról, ők nagyon cukik voltak, és a srácokkal az informatika szakma rejtelmeiről beszélgettek. Például mindenáron meg akarták tudni, hogy hogyan lehet valaki jó hacker, illetve hogy az én diákjaim képesek lennének feltörni valamit és meghackelni valamit, tehát ilyen nagyon létfontosságú kérdéseket tettek fel. Nem vettek még részt ilyenben, nagyon aranyosak voltak, és egy abszolút új élmény volt számukra. Az enyémek meg ugye egyből még nagyobbnak érezték magukat, hogy kicsiknek kell egyfajta példaképként előállni. A negyedik nap volt egy nemzetközi Twitter csetünk, több-kevesebb sikerrel, nagyon nehéz úgy néha motiválni a diákokat a Twitter használatára, és nekünk ez volt a záró napunk, cégbemutatót tartottunk egy szakmai zsűrinek, és itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az idei évben, majd látni fogjátok, ez még nagyobb méretet ölt, de akkor is a CMV ZRT már segítette a mi projektünket azzal, hogy az első nap a HRS céghez kiküldött egy húsvér HRS-t, aki segítette a munkájukat, és a cég a zsűribe is eljött, hozta a szoftverfejlesztőit, és akkor megnézték, hogy valóban mit alkottak a diákok. Ekkor volt a projektzárás, és ugye be kellett fejezni a projektnaplót is. Hogyan értékeltük a projektet? A projektek értékelésére mindig próbálok nagyon nagy hangsúlyt fektetni, mert számomra ez a legnehezebb feladat, hogy nem tudom azt mondani, hogy nagyon jó, nagyon ügyesen dolgoztál, egész héten kettes. Tehát, hogy ez valahogy nem illik a projekt alapú oktatáshoz. Ezért sokkal inkább reflexióra próbáljuk ugye buzdítani ilyenkor a diákokat. Az én kedvencem az a kilépő cetli, ami az első nap még nem értik, hogy miért kell, de utána már rákapnak az ízére. Amit most gondoltam kilépő cetlinek, az, hogy látjátok, ezt a három mondatot kellett befejezniük. Volt egy ellenőrző lista, itt láthatjátok a jobb felső sarokban, hogy minek kellett kész lennie. Ez is ugye egy ilyen mentális checklist, hogy mégis mi az, amivel végeznünk kell a projekt végére. Ugye már említett projektnapló, aminek az volt a célja, hogy a munkát és a tapasztalatokat összegyűjtjük. A zsűri pedig kapott egy értékelő táblázatot, így 1-től 5-ig pontozhattak mindenféle szempont szerint. Nálam alapvető fontosságú, hogy mindig mindegyik csapat nyerjen valamilyen kategóriába. Itt láthatjátok, ez a Plus Tools-nak a badge creator-ével szeretem leginkább ezeket, ha badge-eket nyernek a diákok. És itt például a képek szerint is volt a legjobb angolos csapat, legjobb HR, ami ugye egyértelmű kategória volt, hiszen egy HR-ünk volt, vagy a legjobb stáb. Tehát nagyon fontos volt, hogy mindenki nyerjen valamivel, és senki ne hiányérzettel távozzon. Itt láthatjátok a produktumokat, itt bal oldalt az angolos oldalt, ami ugye segíteni a szószedetek és a tételek tanulását, aztán fönt az, hogy a teremcserék hiányzásokat hogy oldanák meg, és az egyik legjobban kinéző weboldalt, ami a tanári határidő nap lenne, a Pokit nevű weboldal. És azzal is próbáltuk motiválni a diákokat, hogy ez egy szuper alapot tud adni, hogy például nálunk a szoftverfejlesztők szakdolgozatot kell, hogy írjanak azokká és képzésük végén, és ki tudja, lehet, hogy pont a téma héten alkotnak valami olyat, amit azután szakdolgozati témává tudnak fejleszteni. Kiszedtem nektek egy pár visszajelzést a diákoktól, és ebből hát a legfontosabb, ami nekem talán a legjobban megmaradt,
ez a jobbról a látható, ez a furcsa barna színű, hogy új alapokra lett helyezve nálam az informatika. Teljesen új élmény volt, és méghozzá hasznos is volt, és életszaga volt. Igen, válaszolok, a plustools.net-en volt a Belch Creator-rel készítettem. Elnézést, nem figyeltem. Tehát, hogy ez például nagyon tetszett, mert pont ez volt a célunk, hogy életszaga legyen, és hogy teljesen, hogy mindenki kimozduljon a komfortzónájából. Alapvetően látszott, hogy sokkal családiasabb és barátságos volt a légkör, hiszen ugye blokkokba dolgoztunk, mindenki dolgozott, teljesen más volt a tanulói kereteket felengedve, és az nagyon jó, hogy ugye mindenki azt mondta, hogy ne csak 4 napos legyen a hét, és azt csinálná másképp. A óriási közösségépítő hatása van, tehát itt beszélünk egyrészt digitális készségeknek a fejlesztésről, ami nagyon érdekes, hogy még azoknak is, akiknek ez a szakmájuk, mint láthatják a államat technikusok, még náluk is van mit fejleszteni, vagy finomítani. Nagyon nagy a közösségépítés, és már említettem, mint ahogy itt például a hallgatók között is vannak holdiákném. Nekem nagyon sokat jelent emberileg ez, hogy ennyire vissza akarnak jönni, mert annyira jó volt, vagy hogy az OK-i vizsgán, a vizsga napján azt mondja, hogy tanárnő, akkor jövőre is jöhet el BTH-ra. És szintén, ami még nagyon megmaradt bennem, hogy ezen a témahéten részvevő egyik srác kihúzta a vizsgán azt, hogy ő céget alapít, és akkor meséljön a cégről, és akkor ő elmesélt az egész témahetet, hogy neki milyen cége volt, és egyszerűen annyira az övé volt, és érezte, hogy óriási sikerélmény volt tényleg mindenkinek is hallgatni és a felületet. Szintén jó visszajelzés például, hogy azóta volt, aki mondta, hogy azt az önéletrajzot használta a valós életben, és felvették munkára, amit a témahétre írtunk meg, és ez szuper volt. Arról nem is beszélve, hogy a HR-esek tényleg azt kérdezték, amit egy HR-es kérdezett egy állásinterjú. Itt most a videónak a helye van, és ezt most átlépem, szeretnék egy kicsit beszélni az idei évi terveimről, és ha marad idő, akkor ezt a videót még megosztom veletek. Mielőtt az idei évre érek, szeretném megkérdezni, hogy van-e más kérdés, tehát a becskészítés weboldalát azt megválaszoltam. Van-e esetleg más kérdés eddig? Elnézést, hogyha így levegőse veszek, és annyira beszélek. Van esetleg bármi más, amit meg szeretnétek kérdezni, hogy ismételjek meg, vagy mondjuk el? Nem. Szuper. Oké. Okay. Órakeretben is dolgoztatok, mármint tanóra. Hát időkeretben dolgoztunk, tehát olyan értelemben, hogy nem meg volt adva, hogy a hány tanórára váltjuk át azt a napot, tehát azt mondtuk, hogy napi 8 vagy napi 7 tanóra, de soha nem akkor tartottunk szünetet, amikor csöngő volt, hanem amikor véget ért egy blokk, és ugye nem szakadt meg az alkotási folyamat, illetve minden feladatra időkeretet kaptak, amit én úgy nagyjából előre elterveztem, hogy mire mennyi idő kell, és ugye, amint mondtam, ez ki volt nekik vetítve, és látni kellett, hogy mennyi idejük van még hátra az adott feladatból. Ha nincs más kérdés, akkor szeretnék nektek két projektről beszélni még. Az egyik egy társasjáték készítéses projekt. Azért szeretném bemutatni nektek, mert ezzel már szinte teljesen végeztünk. Az volt az egész projektnek az ötlete, én ezt végül is a digitális témáért mini projektjének szántuk, egy pici ráhangolódásra. Az, hogy van egy e-twinning projektünk, egy fél éves, a European adatbázis felhasználva, és ennek része volt az, hogy társasjátékot tervezünk a biztonságos internetnapra. Ez aztán annyira jó ötletnek sikerült, hogy két osztályba is megvalósítottuk, olyanoknál is, akik nem vesznek részt ebben az e-twinning projektben. Az volt a cél, hogy tegyük fel, középiskolások osztályfőnöki órán, akik nem infószakosok, szeretnének megismerkedni a biztonságos internetezés alapjaival. A diákoknak meg kellett tervezni a figurákat, esetlegesen kiegészítőket, térképeket, szabályokat, és itt jött a csavar, ettől lett e-twinning projekt, hogy ezeket elkészítettük angol nyelven, és el is küldjük, jelenleg vagyunk itt a postázási fázisban a partneriskoláknak. Szeretném bemutatni nektek ezt a két játékot. Az első az Escape nevet viseli.
Őszintén megmondva, nagyon sok időtempa telt, amíg megértettem én magam is a játékszabályait. Rengeteg munka van mögöttem. A projektnek a célja, vagy az az alapkoncepciója, hogy a Bermuda háromszögbe kerültünk, ahol nincsen internet, hát ugye ki sem fogunk kerülni, de hogy nincsen internet se, és az a cél, hogy legyőzzük a boss-t, aki ott ugye középen láthatjátok a pályán, és akkor tudunk innen kijutni. De ők sokkal több csavart tettek ebbe, ugyanis a sokkal több féleképpen ki lehet jutni a pályáról. Láthatjátok ezt a 3D-be tervezett figurákat, itt ezt elmondanám. A pályának a lényege, hogy lépsz egy mezőre, és ott kétféle nehézségű kérdés közül választhatsz, hogy milyen, melyik kérdésre szeretnél válaszolni. Azt szerint, hogy milyen nehézségű kérdésre válaszolsz, bitcoinokat lehet kapni. Ezek a bitcoinok piramis alakúak, amin betűk is vannak. Vagy 50 bitcoin összegyűjtésével nyered meg a játékot, vagy, ha itt láthatjátok, bitcoin tartókat kapnak a játékosok, és az escape szót, ha ki tudod írni, akkor is te fogsz nyerni. Ezt nem tudja csak azt, hogy két játékos, vagy két C betű van, vagy valamelyikből csak kettő van. De ugye mindent ők találtak ki, mindent ők terveztek, a bitcoinokat, a tartót, soha nem használtak előtte 3D-t, 13-osokról van szó, olyanokról, akik még soha nem dolgoztak a projektben. És nagyon fontos megemlítenem megint az emberi vonalat, a csapatépítő hatást, ugyanis olyan srácokról van szó, akikkel szeptemberben ismertük meg egymást, és ők sem ismerték egymást, mert hogy más iskolában jött. A térkép, ha érdekel esetleg titeket, ez az Incarnate elnevezésű eszközzel készítettük. Nem mindig könnyű vele dolgozni, és vannak bizonyos feature-jei, amik fizetősek, vagy nem elérhetőek. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. És nagyon látványos is, és nagyon jól lehet vele dolgozni egyébként. A 3D-ben megint a Tinkercad-et használtuk. És a Canva-t azért írtam, mert alapvetően a plakátok készítéséhez, de majd láthatjátok, hogy dobozokat is csináltunk hozzá, ahhoz a Canva-t használtuk. A kártyák, 64 kártya van, és vértizzadva segítettem már a végén én is nekik mindenféle kérdést feltenni. Nagyon sokat dolgoztak, nagyon sokat jártak utána, például statisztikai adatokat, 2019-ben mi volt az öt legjobban keresett szótól kezdve, hogy az Instagramon melyik hashtag a legnépszerűbb. Egy valóban élvezetes játékot raktak össze, és nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon ügyesek, tényleg szuper, és büszkék arra, amit ők hoztak létre. A másik társasjáték az online. Az online-t a tavalyi témahétnek a HR-es csapata hozta létre. Picit ebből a, tudjátok, ez a Snakes and Ladders-ből indultunk ki. Ők Photoshop-pal készítették ezt a pályát, ahol ilyen csatolmány jeleket láttok, ott kártyát kell húzni. A kártyák vagy pozitív irányba, vagy negatív, vagy semlegesen befolyásolják. Itt nem kérdéseket tesznek fel, mint a másik játékban, hanem iszonyatosan vicces megjegyzéseket, ami valahogy kötődik az internetezés, a biztonságos internetezéshez, vagy akár az árnyoldalakhoz. Például, hogy te vagy ugye a 10.-dik vagy 100.-dik, hogy kihúzta ezt a kártyát. Nagyon, nagyon élvezetes, és nagyon, nagyon szórakoztató játék ez is. Ők a 3D-ben a figurákat tervezték hozzá, amivel ugye lehet lépni, és itt láthatjátok, hogy ők is egy szuper dobozt készítettek, amivel ezt oda tudjuk adni a partneriskoláinknak, illetve a biztonságos internetezés napjának a társasjátékkészítő versenyére is neveztük mind a két játékot. Nagyon büszkék voltunk rá, és ugye készítettek, terveztek valamit, ami a szemük előtt meg is született, és azt utána még továbbadjuk, és látjuk, ahogy mások használják. Például egy nagyon, nagyon friss info, elrontottam elnézést a dátumot, mert mait írtam, de tegnap voltunk az ELTE-n meghívásra, tanárszakos hallgatóknak mutattuk meg ezeket a társas játékokat. Nagyon szuper érdeklődőek voltak, és az előadásokat a diákjaim tartották, és mindenki arról beszélt, amit ő alkotott. Nagyon büszkék voltak, jó volt látni, hogy kimertek állni
20 leendő, 25 leendő tanár elé, és vállalni azt, amit ők hoztak létre. És valóban nagyon sok esetben beszélünk arról, hogy teljes mértékben kiléptek a komfortzónájukból, de valami kézzelfoghatót alkottak, és nagyon jól éreztük magunkat, tehát nagyon büszke vagyok én is rájuk. Ez volt az első, ezt hiszem mini projektnek szántunk, bár van, akivel többet dolgoztunk rajta. A másik projekt, amiről egy szeretnék kicsit beszélni, ami a tervünk az idei tanévre, a maga témahét idejére, ez pedig a social design. Egy picit lehet, hogy nagy fából vágtuk a fejszénket, de hát mindig többet akar az ember, hiszen azzal fejlődik. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy a CMV ZRT, akit már említettem, tavaly is támogatta a projektet, idén még jobban támogatja. Többet egyeztettünk már a vezérigazgatóval, és arra jutottunk, hogy ő azt látta tavaly, hogy picit hiányérzet volt a diákok, hogy egy weboldal csak nem lehet megcsinálni ennyi idő alatt. Ezért felajánlották, hogy elkészítek, ők lesznek az alvállalkozók, akiknek lehet igénybe venni a szolgáltatásaikat. Itt láthatjátok például egy ilyen voucher kupont. Azt mondjuk, hogy 10 kontaktóra áll majd mindegyik cég rendelkezésére, és ők beválthatják majd ezt a CMV ZRT-vel történő konzultációra. Ez szuper. És elfelejtettem mondani, hogy miről szól a projekt. Tehát, hogy a projekt azért ezt a címet viseli, mert az lenne a célunk, hogy valamilyen fogyatékkal élő csoport számára készítsenek a diákok weboldalakat, fenntartható fejlődés témakörében. Egyrészt szeretném a fenntartható fejlődést megmagyarázni. Az a célunk, hogy ne csak az informatikus diákokat vonjuk be idén a témahétben, hiszen az iskolánkban van környezetvédelmi és vegyipari képzés is, és szerettünk volna egy olyan témát, ami talán hozzájuk közelebb áll, és azért gondoltuk a fogyatékkal élő csoportokra, mert nagyon fontos ez a szociális érzékenyítés, hiszen nem biztos, hogy amikor kikerülnek a munkavilágába, egyáltalán találkoznak ilyen csoporttal, arról meg nem is beszélve, hogy nem tudhatjuk, hogy ilyen csoportnak kell-e valaha készíteni bármit, és mennyivel másképp kell gondolkozni, hogyha egy csökkent látóról, vagy egy autizmus zavarral küzdő megrendelőről van szó. Láttok itt egy American Airlines repülőjegyet, ami egészen Győrig fog repíteni minket. Ez még titok, úgyhogy kérem a kollégáimat, akik hallgatnak, ők sem mondják le, hogy a Mobility-be fogunk majd ellátogatni, és ez a diákoknak az ajándék, de ezt még nem. Itt láthattok két posztert. Maga az ötlet onnan jött, hogy pont a Győri Mobility-vel volt egy videócsetünk, amikor megláttam ezt Amáliáiknál a falon, és azonnal ráírtam, hogy ezt küldje el nekem. Egyébként abszolút, tehát hogyha beírjátok, ezt meg is található ez a címen, nagyon jó alapötleteket adott arra, amire például én sem gondolnék, az, hogy terv, van egy tartalom, amit meg akarok jeleníteni, mennyire másképp kell hozzánom onnantól kezdve, hogy milyen betűtípus használok, milyen sor közel, vagy milyen szín spektrummal, az szerint, hogy milyen zavarral élők számára készítünk. Azonban ugye ez így nem elég, hiszen mi sem értünk ehhez, ezért idén is lesznek megrendelőink, méghozzá ők külső szakértők lesznek. Nagyon fantasztikus gyógypedagógus kolléganőnk összekapcsolt minket többek közt a Makok Intézetével, tehát hogy tényleg szakértők fognak hozzánk kijönni, és ők lesznek a megrendelői ezeknek a weboldalaknak, és segítik a csapatokat abban egyáltalán, hogy tényleg milyen mindennapi nehézséggel küzdenek azok, akik ilyen hátránnyal élnek, és így kell egy weboldalt megnézni. Mint már említettem, lesz alvállalkozónk, a CMV ZRT, akinek nagyon-nagyon örülünk az, hogy már most nem maradt idő, mert túl sokat beszélek a videót megmutatni, de megtalálhatjátok a Patricknek az oldalán. Tavaly a cégvezető elmondta, hogy mennyire jó látni azt, hogy leszimuláltuk a valós életet és a munkavilágát, és hogy reméli, hogyha
ha egy diák beleírja az önéletrajzába, hogy ő részt vett a digitális témahéten, az egyszer fog majd valamit mondani annak, aki felvételizteti, tehát hogy mennyire sokat ad az, hogy csoportba dolgoztak, az, hogy termékeket készítenek, és annyira jó volt látni, hogy ő tavaly eljött egy napot, és akkor idén abszolút a projekt mögé áll, és ez rengeteget jelent nekünk. Kicsit félünk a témától, hogy talán túl nagyot álmodtunk, de én bízom a diákjaim leleményességében és kreativitásában, és úgy szeretnénk megtámogatni az újonnan érkező diákokat, akik még nem vettek részt a témahétben, hogy azok, akik a stáb és koordinátor diákjaink, ők a mentoraik lesznek ezeknek a csapatoknak, és az ő feladatuk lesz az, hogy valóban a helyes úton folyjon a munka. Az idei évben az egész iskolából választjuk a résztvevőket, tehát nem lesz se évfolyamhoz, se szakhoz kötve. Ez nagyon fontos, mert szeretnénk olyanoknak is adni lehetőséget a részvételre, akik esetleg korábban nem volt erre lehetőség. Megint lesz stábunk, és a koordinátorok is olyanokból kerülnek ki, akik korábban részt vettek vagy a kódolás hetén, vagy a digitális témahéten, és nagyon remélem, hogy hát is tudjátok, hogy egy diák egy másik diáktól sokszor nagyon sokkal szívesebben fogadja az ötletet, mint egy tanártól, de hogyha érdekel titeket, hogy halad ez a projekt, akkor a Petriknek a Facebook oldalát követve biztos fogtok ezzel még találkozni. Én ennyit szerettem volna elmondani. Még van 4 percünk, és most nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, hogyha tudok, vagy ha van. Remélem sikerült egy picit ráhangolni titeket a témahétre, és nagyon fontosnak tartom még ezt megjegyezni, hogy nem muszáj ilyen volumenű projektekkel kezdeni, hanem már ha egy nagyon kicsi szemléletváltás van az iskolában, és ahhoz, hogy hogyan tanítunk, akár már ugye egy 5 órás projekttel, az már nagyon szuper dolog lehet, és maradandó élmény lehet mind a pedagógusokban. Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a vezetés támogatja a témahetet, illetve a része ugye a tanévrendjének, ezért mi erre az időszakra kiemeljük ezeket a diákoknak, oktatási keretből, és csak témahétre jönnek be. Tehát, hogy mi ezt rendesen mondjuk nem 8-tól 3-ig, vagy 8-tól 2-ig csináljuk, de akkor azok a diákok nem a tanórán, hanem a témahétben vesznek részt. És egyrészt ez azért jó, mert valóban együtt élünk egymással 5 napig, másrészt pedig, mint már említettem, hogy nem az van, hogy pont benne vagyunk az alkotási folyamatban, és jön a gondolat, de oppá, letelt a 45 perc, hanem tényleg akkor tartunk szünetet, amikor elfáradunk, véget ér egy blokk. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagy, nagyon örülünk annak, hogy ezt a kollégáim és a vezetőség is látja, hogy valóban mekkora igény van erre, és támogatnak minket azzal, hogy kiemelhetjük ezeket a diákokat arra az időszakra a tanórai keretekből. Mit szoktam tanulni egy-egy ilyen témahétből? Rengeteget tanulok a diákoktól. Én a leginkább a visszajelzéseik miatt csinálom. Azt szoktam még tanulni, hogy mi működik és mi nem. Nagyon sokszor ők is mutatnak eszközöket, hiszen azért valljuk be, hogy ők azért sokkal jobban jártasabbak az informatikának. És talán ezt nekem ez mindig fontos tanulópénz, hogy az a téma, amit kigondoltam, az működik-e, az időbeosztás úgy működik-e, ahogy én gondolom, és maguktól, a diákoktól is rengeteget tanulok hozzáállásban, motivációban, és hát ez az, ami értek igazából. Köszönöm szépen Bruno-tól, a volt diákomtól a kérdést. Jelenleg a CMB ZRT-nek fókuszálunk, és nekik köszönjük, de a jövőben tervezzük, hogy más cégeket is bevonunk, hiszen ők is látják, hogy ez a jövő, és ez talán
a legjobb út arra, hogy valahogy az iskola és a munkavilága közti szakadékot áthidaljuk, hiszen ugye ezek a diákok járnak április 29-ig iskolába, aztán lehet, hogy júliustól már dolgozni fog projektben, és mennyire szuper lehet erre egy ilyen témahét. A felkészítés egy ilyen projektre, azt veszem észre, hogy egyre kevesebb a felkészülési idő, amit igénylek. Egyrészt azért, mert minél több kollégát tudok bevonni, annál könnyebb dolgom van. Másrészt pedig valljuk be, az elején nagyon időigényes, nagyon sok IKT eszközt is tenni, de amint ugye ezek a mindennapi rutin részévé válnak, azért ez sokkal egyszerűbb, illetve óriási ötletnek tartom, és nagyon köszönöm a kolléganőmnek, akivel most tervezzük, hogy neki volt az ötlete, hogy akkor legyenek mentordiákok, és van koordinátor diákok, akik valóban a diákokkal is tartunk megbeszéléseket, és ők is elmondják az ötletüket, hogy melyik feladat tetszik, melyik nem, hiszen ugye teljesen más szemmel látnak ők is dolgokat, vagy például ilyen nagyon egyszerű dolgot, hogy a jutalom, és akkor azt mondják, hogy na, oké, veled ne, mert hogy az hogy érdekes, hogy én meg azt nyomtatnék, tehát, hogy teljesen más szemmel látják a dolgokat, és olyanokat tanulok tőlük, amikre lehet, hogy én sem is gondolnék.